Jó napot kívánok, és köszöntöm a szubjektív nézőit. A közelmúltban ünnepélyes keretek között adták át a Fórum Könyvkiadó Intézet 2015. évi Vajdasági Magyar Művészeti Díját Újvidéken. Horváth Emma a Csát Géza Művészetbaráti Kör megalapításával és vezetésével az elmúlt évtizedekben vitathatatlan módon járult hozzá a vajdasági magyar kulturális élet fejlesztéséhez. A bíráló bizottság többek között ezért ítélte neki az elismerést. A vendégünk Horváth Emma, előadó művész, nyugalmazott tanár. Én köszönöm szépen, hogy elfogadta a meghívásunkat, és hogy a vendégünk, először is gratulálunk az elismeréshez. Hogyan köszönöm fogadta szépen. A hírt? Hogyan? Hogyan fogadta a hírt és ezt az elismerést? Ó, hát nem hittem el. Elsősorban én nem hallottam erről a díjról, ez lehet, hogy az én hibám, de tudok a Fórum díjról, tudok a Híd díjról, de a Vajdasági Magyar Művészeti díjról nem. És akkor egyszerre a derült égből a villámcsapás, és hát természetesen, hogy örültem neki. De én már ezt többször elmondtam, és én azt hiszem, hogy ez így is van, hogy az ember szinte jobban örül annak, hogy más ember örül neki, mert olyan sokan telefonáltak, meg utcán, meg akárhol nyilvános helyen odajött, hogy jaj, hogy mennyire örülünk, hogy kapta. Hogy mondom, hát ennek örülni kell, jobban, mint ahogy én azt teszem. Tanárnőnek mit jelentenek a versek, és mikor döntött úgy, hogy életének egy jelentős hányadát a költészet és a művészet ápolásának szenteli? Nagyon régi dolog ez. Valahogy én gondolom, hogy én olyan természet vagyok, hogy én úgy mindenkit úgy megsajnálok, aki már arra érdemes. És nagyon fiatalon, hát nem tudom, 17-18 évesen úgy rádöbbentem, hogy ez az egész művészvilág, ez úgy olyan elhanyagolt. Legalábbis szélesebb körben. Nem azt jelenti, hogy jó vagy rossz, egyáltalán ez a megnyilvánulás az embernek, minthogyha nem lenne kellőképpen értékelve. És akkor itt természetesen, hogy elsősorban a versekre gondoltam, és a költészetre, és akkor én emlékszem még a mondatra is, ami úgy rám ereszkedett, hogy úgy mondjam, hogy bármi is lesz a foglalkozásom. Lett légyen az tanár, színész, vagy nem tudom én, utcaseprő, én ennek fogom szentelni, tehát a költészet népszerűsítésének fogom szentelni fele életemet, mert a másik felét, hát ez pénzkeresésre kell, hogy eltartsam magam, de a másik felét, az mindenképpen, itt megnyitok egy zárójelet, ez az úgynevezett pénzkeresés, hát ez azért nekem nagy örömet okozott maga is, mármint a tanári hivatásnak a gyakorlása, mert én azt hiszem, hogy azáltal, hogy én 3,5 évet éltem külföldön, kit Franciaországban, kit Angliában, amelyek az én két fő tantárgyam. Angol-francia szakos tanár. Igen. Hogy ez mindenképpen hasznosítani lehet, és ez is örömforrás. Itt jutunk megint a pszichológiához esetleg, hogy mennyire fontos az örömforrás az embernek. Ez nekem még mai napig is az úgynevezett privát diákjaimnál, ez egy örömforrás nekem, mikor kinyitom a kaput, szervusz, mi újság a suliban? Ez az első kérdés, és akkor elkezdi a történelemtől. Mondom, engem semmi nem érdekel, csak a latin, vagy az angol, vagy a francia. Semmi más. És akkor ő majd leülünk először, tanárnő. Mondom, igenis, de mondom, látom az arcodon, hogy jó jegyet kaptál, és kijavítottad az osztályzatodat. De nem, hogy kijavította, hanem az, hogy megértette,
Netán neki is örömet szerzett, hogy na né, hát ez sehol semmi. Ez itt van, így kell megcsavarni, vagy meghúzni egy csavarhúzóval, vagy nem tudom mivel, és már is működik. Na, hát ez gondolom, nem szeretném sohasem degradálni a hivatásomat, hogy az kevésbé érdekel, nagyon érdekel, még ma is nagyon érdekel. És nekem is, még egyszer, örömforrás a versmondás tanítása mellett, meg mondása, habár a versmondás az egy rettenetes, nem akarom ezzel megint degradálni más foglalkozásokat, de nekem az egy rettenetes, hogy úgy mondjam, erőpróba. Nagyon nagy erőpróba. Szinte azt merném állítani, hogy testileg, lelkileg. És mondjuk tanítani kevésbé felelősségteljes. Mert gondolom, valahogy úgy érzem, hogy a kezembe van valami, akár úgy is fölfoghatnám, mint egy fészekből kiesett madár, a vers, és most én nekem azt valahogy meg kellene tanítanom repülni, mert lehet, hogy eltörte a szárnyát, lehet, hogy a lába lóg, stb. És ez a feladatom. És ha nem, hát borzasztó, az egy rettentő rossz érzés, hogy magam hallom, hogy hű, ez nem volt ám úgy mondva, ahogy kell. Na. Szigorú a diákjaival, amikor például egy-egy verset tanulnak, vagy az iskolában? Mennyire volt szigorú? Milyen követelményei voltak? Én azt hiszem, hogy nagyon szigorú vagyok. De erre szükség van azért, nem? Én magam nagyon szerettem. Én most is olyan szívesen gondolok vissza a középiskolás tanáraimra, vagy akár elemi iskolás tanítóimra, akik komolyak voltak, és akkor, amikor dolgozni kellett, akkor dolgoztunk. És az egyetemen is. Gondolom, látom, hogy mennyit megtanultam ezektől az emberektől, és valahogy kellő komolysággal kell a tanulás. Az nem vicc. Lehet elmesélni egy viccet, vagy tréfát elmondani, stb., de valahogy a tanulás az egy nagyon komoly dolog. Mert például, mit mondjak, hát most mi lenne, ha én azt csináltam volna az egyetemen? Jó van, csak legyen meg az a jegy, meg hogy a feltételem meg legyen a következő év beírására, és fütyülök én arra az angol nyelvre, meg irodalomra, meg francia nyelvre. Nem. És gondolom én a zágrábi angol tanszéket és franciát is, az igényessége miatt nagyon tisztelem. Rendkívül igényes volt minden egy szempontból. Attól kezdve, hogy a fonetikát nagyon fontosnak tartották, tehát a hangok ejtését, és végig gondolom, talán nem, az angol tanszéken nem volt annyira lelkes az irodalom tanítás, ezt úgy kifogásoltam is annak idején, de a nyelvnek a tanítása. Tanárnőnek sokat jelent az igényesség, ugye? Nagyon, nagyon, magammal szemben is. Sajnos, hát nem mindig váltható be, hogy az igényességnek eleget tegyen az ember, de a gyerekek is tudják, mikor hallgatom, míg mondja a verset a próbán, és akkor én mondom is nekik, na hát ma kiváló voltál. Vagy akár megtapsolom, vagy azt mondom, hogy brávó. Mert ez nem olyan egyszerű dolog elérni egy olyan szintet, hogy az embernek mondjuk leesik az álla. Vagy mondjak egy másikat, hogy könyszökik a szemébe. Szóval ezt elérni mondjuk 3 perc vagy 4 perc alatt, amíg elmondja a verset, hát ez... Komoly feladat. Igen, igen. És nagyon végtelenül örülök, mikor... Jaj, Németh Imre jut az eszembe, ez különben én vezettem be,
hogy ha nagyon jól sikerül az előadáson a versnek a, hát nem szép ez a szó, hogy tálalása, prezentálása, akkor kap a homlokára egy puszit. És akkor, amikor elmondja, és ő gondolja, hogy jó volt, vége van az előadásnak, akkor csak így odajön és tartja a homlokát. És akkor én úgy gondolkodok, mire nem volt jó, de mondom, nagyon jó volt, de valahogy mintha, és akkor nagyon érdekes ez, és akkor a többiek is eltanulták ezt az úgynevezett honoráriumot a végén, és itt kanyarodok vissza az igényességhez, tehát ők is ugye ez a majdnem 50 év alatt, amióta én ezt csinálom, azóta azért kialakult egy bizonyos, legyek szerénytelen, egy olyan közönség, értőbb közönség. Például én, mikor hallgatom a mi közönségünk tapsát például, én szinte abból, ha így becsuknám a szememet, én meg tudnám állapítani, hogy most a közönségnek ez tetszett, vagy fogta-e azt a, megfogta-e, megértette-e azt a vonalat, amit, vagy azt a hangot, vagy azt a hangsúlyt, vagy azt, amit akart mondani a versmondó, vagy a költő, ezt is utálom, ezt, hogy akarta mondani. Ki is mondta. És ez nagyon sokat jelent. Hogyan vélekedik kortárs irodalomról, kortárs versekről és a mai vajdasági költészetről? Hogyan vélekedek? Ez úgy van szerintem, mint a divat, hogy néha talán olyat kap föl a divat, vagy a szerencse, ami mondjuk nem biztos, hogy nekem van igazam, de mondjuk nem képvisel az a szememben olyan értéket. Ellenben én szerintem ezzel foglalkozni kell. Ez nem lehet ignorálni a mai költészetet, ami itt alakul ki körülöttünk, ugye? És versmondóként szerintem kötelesek vagyunk mindannyian azt maximálisan kifejezni, vagy megformálni. Persze itt nem segít semmi, itt magadnak kell venni az agyagot, gyúrni, formázni, ugye? Úgyhogy ez, na most vannak itt, persze, hogy ez szubjektív dolog, ugye, hogy mit választ az ember, és így tovább. Ezért kell, a véleményem szerint ez elengedhetetlen, hogy aki ilyen feladatot vállal, mondjuk, hogy versmondást tanít, hogy olvasson régit, újat, és így tovább. Szóval ez nem lehet, hogy megállunk, tegyük föl Petőfinél. Én Petőfit nagyon szeretem. Meg kell vallanom, hogy azelőtt kevésbé, de ma mind jobban, az idő múlásával mind jobban látom, vagy érzem inkább a nagyságát ennek a költőnek, vagy Arany Jánosnak, és így tovább. Szóval ez változó a korral. De a véleményem szerint ez rettentő fontos, hogy egy versmondó műhely foglalkozzon a költészet egészével, amennyiben ez lehetséges. Ugye nem ehetjük meg a világot, hála Istennek, hogy olyan óriási a világ költészet, hogy ezt sose tudjuk bemutatni egy emberöltő alatt, de hogy mutasson be különböző dolgokat. Például, mondok egy példát. Én véletlenül fedeztem fel Halmai Tamást. Én úgy tudom, hogy pécsi költő, és egy roppantul érdekes költészetet művel. Meg kell vallanom, hogy bizonyos dolgokat nem értek belőle. De
rendkívül érdekes. Prózát is ír, esszét elsősorban, és verseket. A Vigiliában ír, abban a katolikus folyóiratban, irodalmi és nem tudom én, közéleti folyóiratban. Én mindig megnézem, Halmainak vannak-e írásai. És szóval én nem akarom mondani, hogy ez jó vagy nem jó, de én szeretem egy kicsit a szavalóimat megbolondítani bizonyos költők iránt. Te látod ezt? Te érzed, hogy ez milyen roppantul érdekes? Akár egy jelző, akár egy szókapcsolat, akár egy rím, akár az egésznek a jelentése. És szóval ez, én szeretem megbolondítani őket, de ez arra vezet, hogy ők is keresnek, és bolondítanak másokat. Úgyhogy kérem, bolondítunk! Én nagyon szépen köszönöm, hogy eljött hozzánk, és hogy a vendégünk volt, de még mielőtt elköszönnék, egy interjújában azt mondta, és hogyha most megengedi, akkor idézem, a versmondás egy másik világba való átlendülés, az a jó, amikor az ember átengedi magát a vers hullámzásának, és a műsor végén akkor arra kérném, hogy lendüljünk egyet, és mondj el nekünk az egyik kedvenc versét. Rendben lesz? Igen, igen, most megijesztett természetesen. Hát én azt hiszem, hogy Áprili Lajosnak az egyik versét fogom elmondani. Nem ismert, tehát bolondítani akarok. Köszönöm szépen még egyszer a beszélgetést. Önök a Szubjektív című interjú műsorunkat látták, melynek vendége Horváth Emma volt, vajdasági magyar művészeti díjas előadó művész nyugalmazott tanárnő. Még egyszer köszönjük a figyelmet, és akkor most következzen a vers. Áprili Lajos. Találkozásom Farkas Gabriellel. Repkényes kőfal, csorgókút, kis utca. Estére váró francia falucska. Haladtam halkan, és nagyon magamban. A hulló napból csillanó aranyban. S mint végtelen sétákon, otthon, ősszel, itt sem találkozhattam ismerőssel. Csak a halál a dombokról leszállna, az utcafordulónál rám találna. S fogyott a fény, és messze volt a párom, s a Mont Blanc, s a halál a láthatáron. Kis templom térre értem, rajta árván friss oszlop állt, aranyírású márvány. Fölötte két sötét sasszárny ível, mort pour la France, nevek, Jean, Jacques, Pierre, és köztük egy név, Farkas Gabriel. Az ismeretlen arcú hol találgatom, vajon ki volt? Határán túlszakadt magyart, milyen szeszélyű sor zavart,
hullatni távol drága vérte más hullámú halmokért. A mogorvasas nem válaszolt. És ahogy az árnyék óriásra nőtt, leültem a szomszéd kis bár előtt is, nem sokára édes aromát kínálgatott a hűvös citronád. Harangcsendítő langyos este lett. Szellő indult a templom tér felett, s az arcán semmi túlvilági jel. Halkan mellém ült Farkas Gabriel. Fejünk felett kíváncsi csillag égett, úgy kezdtünk csöndes esti párbeszédet az ősről, aki még hadak bomoltak, burgundi ég alatt maradt fogolynak, magáról és a vágyról, amely hiába csalogatta őt az ősi pátriába. És szelíd szavából úgy áradt a béke csillagvilág az elcsitult vidékre, hogy én sem féltem. Lejjen bár akárhol, a mindenütt jelen való haláltól. Csak hallgattam, fakó ajkát figyelve, sírból kiszállott Farkas Gabrielre. Amíg a hangja lágyan simult a csendbe, olyan mindegy, melyik kapun suhanunk át a végtelenbe.